A Koronázó Bazilika Baráti Társaság egy civil kezdeményezés, székesfehérvári kötődésű, nemzeti elkötelezettségű patrióták, különböző szakterületeken tevékenykedő értelmiségiek hozták létre. Orvosok, ügyvédek, régész, történész tagokból álló, formálódó baráti társaság jött létre a véget, hogy a Romkert, a nemzeti emlékhely ügyét előre mozdítsa. Eperjes Károly színművész a társaság meghívására érkezett Székesfehérvárra, és azt is elárulta, hogy egy új filmre készül. A felkészülés fontos része, hogy minél többet tudjon az Árpád korról. Annyit tudok elárulni, hogy mikor megnézte a Magyar Pasiót a korábbi miniszter, Kásár Miklós miniszter úr, akkor azt mondta, hogy hát neked ezt kéne csinálni. Mondom, hát nekem erről nincs papírom, de diplomám van, színművészeti, csak nem rendezői. Hát mivel, hogy nem nagyon foglalkozik senki a magyar történelmi filmekkel, én viszont állok elébe. És megkérdezte tőlem, hogy mit is. Mondtam, hogy neki a legfontosabb volna egy jó Szent István film, egy jó Trianon film, egy igazi jó film. És azt mondta, hogy egy hét múlva fölhívott, hogy na, ugorjunk neki. A színművész sokat hallott a Királyok és Szentek című kiállítás sikeréről is, amit már most több mint 30 ezeren láttak. Magát a nemzeti emlékeit talán már nem kell senkinek bemutatni, és hát ugye az Árpád házhoz szervesen kapcsolódó emblematikus, szakrális helyszínről beszélünk, ami ugye a kiállításba végig is vezet minket az egész Árpád ház történetén, amit egyébként már több mint 30 ezeren láttak, és ma újra látogatható egészen augusztus 31-ig. A nyitvatartási idő változott, a hét mindennapján 10 és 19 óra között tekinthetik meg az érdeklődők a 10 ország 700 lenyűgöző tárgyát felvonultató kiállítást a múzeum rendház épületében.